Elkészült a táblázat a részletes árakkal, kikerült a Facebookra, mennyiért korcsolyázhatunk december 16-ától a Szabadság téren. Idén is 2 órás intervallumra válthatunk belépőt, a felnőttek 1000 forintért, a diákok és nyugdíjasok 800 forintos áron. Az egészen kicsiknek, a 7 év alattiaknak 500 forint lesz a csúszkálás, de lesz kísérőjegy, lehet bérletet is venni 10 alkalomra, és korcsolyaoktatásra is lehetőség lesz, a belépő 400 forint. Idén is lehet korcsolyát bérelni 500 forintért, a ruhatár pedig ingyenes lesz. Az árak nem változtak tavaly óta. A képviselőtestület többségi frakciójának kezdeményezésére a polgármester arra kérte az üzemeltetőt, ne emelkedjenek a belépők. A pálya december 16-án pénteken nyit, és előreláthatóan január 8-áig várja reggel 8-tól este 9-ig a korcsolyázni vágyókat. Mától kaphatók a 2023-ra érvényes éves és megyei autópályamatricák. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Megújult honlapján, ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél. Az éves országos és megyei autópályamatricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség minden évben. A szolgáltatás célja, hogy az autósok időben a januári sorbanállást elkerülve vehessék meg e-matricájukat. Úthasználati jogosultságot egyébként nem csak saját részre, hanem más járművére is lehet venni, így egy országos vagy megyei matrica akár hasznos ajándék lehet a közelgő ünnepekre, írt a közleményében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. December közepéig megjelenik egy új pályázati felhívás a 2000 lélekszám alatti településen működő kisboltok működési támogatására, például rezsiköltségének elszámolására. Ezt ma jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A keret legfeljebb 8 milliárd forint összegű hazai forrás, a pályázat egyszerű és gyors, a 2023 év elején elnyerhető támogatás pedig egyösszegű és előfinanszírozott lesz.